Kovács Tamás, a Kordozók Szövetségi Kapitánya kihagyta a válogatottból Nagy Orsolyát egy edzőtáborozásról történt késéssel indokolva. A vívónő vitatja a döntést, mondva nem először szúrnak ki vele. Ő és Csampa Zsolt vívószövetségi alelnök a reggeli start pástján a magyarázatok. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok! Akkor szükszavú voltam, nézzük kicsit bővebben ezt a konfliktust. igazából azt mondanám, hogy ez nem is konfliktus. Én a megjelentel ellentétben Kovács Tamás velem nem közölte, hogy nem tartanám igényt a világbajnoki felkészülés során, és az pedig, hogy én azért követtem a védséget, mert később jöttem haza a New Yorki világkupáról, ez szerintem nem állja meg a helyét, hiszen az én edzőm neki elmondta, hogy én később fogok, megérni később fogok megérkezni két nappal, erről tudott, akkor nem mondott semmit, elfogadta, és azt is tudta, hogy azért jövök később, mert egy ilyen speciális jegyel utazom, utaztam, ami csak akkor tudok felszállni a repülőgépre, hogyha van hely, mivel a vívószövetség nem finanszírozta ezt az utat, tehát saját költségem voltam New Yorkban, ezért meg kellett várnom, amíg lesz a repülőgépen. És, hát ez én... egy olcsóbb jegy. Nem is az, hogy olcsóbb, hanem, hanem igazából akkor, tehát jó, nyilván olcsóbb is, ugye, mert úgy jutottam hozzá, de itt nem elsősorban az árról volt szó, hanem ugye, hogy valahogy ki kellett jutnom. Úgyhogy ezért nem értem a Kovács Tomás vádaskodását. Én elhoztam mindenféle papírokat. Beszélő viszonyban voltok? Én július 5-én beszéltem vele, amikor megérkeztem a New Yorkból, ugye hazaértem, és akkor felhívtam, már azért, mert az edzőmtől megtudtam, hogy nem kell lemennem az ebbi edzőtáborba. felhívtam Tamás megkérdeztem, hogy hát hogy van ez. Erre azt válaszolta nekem, hogy igen, nem kell lemennem, mert már csak három nap van az edzőtáborban, hogy inkább nem menjek. Mondtam, jó, és hogy van ez a, a, fegyelmi, ugyanis az edzőmnek azt mondta, hogy fegyelmit fogok kapni. Hát nincs semmiféle fegyelmi. Én azóta nem beszéltem Tamás Bával. Zsolt, milyen, mi ez a konfliktus? mi ez a konfliktus? Azt gondolom, hogy ezt végig itt a sportoló hölgy, illetve az Orsi. Nem az a kérdés, hogy mi ez a konfliktus. Mert én magam ugye körülbelül ugye a négy-öt hónapja vagyok a Vírószövetségnek az alelnöke, és hát nem ez egy egyetlen konfliktus, azt kell, hogy mondjam sajnálatosan. És hát amikor beszélgettünk a, a kolléganőddel, tegnapi a folyamán, hogy a vállaljam el itt a részvételt, én megmondom, hogy nagy örömmel vettem részt és azt mondtam, hogy rendben van, bár a vívásról tudunk beszélni, és azt, amikor a víváson belül gyakorlatilag, hogy a vívásról nem maga a szépségéről tudunk beszélgetni, hanem sajnos a belső konfliktusokról tudunk beszélgetni, akkor egy kicsit az ember elszomorodik. De visszakanyarodva egy kicsit a Kályhához, az, hogy valójában hogyan és mi történt itt július-június magasságában, itt az Európa bajnokság előtt, megmondom őszintén, én pár nappal ezelőtt értesültem, amikor az Orsi megkeresett, nem volt még időm kellően át tanulmányozni bizonyos dokumentumokat, jelentéseket, úti jelentéseket. Én azt gondolom, hogy egy kicsit azért mélyebbről kell kezdeni, ugyanis én a folyamán azért egy jó néhány kardedzővel sikerült beszélnem, ami kapcsán kikértem a véleményüket és tanácsokat is kértem többek között, hogy egyáltalán hova lehet ezt visszaeredeztetni, ezt az egész, hát... Gyors az vizsgálatodal mire, mire jutottál Zsolt? A gyors vizsgálat az a gyakorlatilag az, hogy ugye nem ez az első eset, illetve hát a szövetség sajnos, és itt kell azt gondolom, hogy a az orvostól elnézést kérni az a kapcsolatban, hogy ő kiutazott volna egy, egy kis utazott magánköltségen egy versenyre, ahol sajnos ugye nem nagy orsolyaként volt benevezve, hanem nagy Petraként, és ott mondjuk nem, igen, tudta, volt meg, egy... nem, nem, nem tudta, nem tudta, nem tudta megvédeni a, a, címet. Úgy gondolom számtalan ilyen és ez hasonló apró vagy éppen nagyobb problémák vannak, amire én azt gondolom, hogy mióta betettem a lábam az zárójel be a zárójelbe a Vivo Szövetségbe, azóta megpróbálom ezeket a gondokat, ezeket a problémákat valahogy kezelni, nem hoznám ide Takács Emese ügyét, de azt látni kell, hogy konfliktusok vannak, sajnos vannak a, valamilyen szinten a versenyzők és a szövetségi kapitányok között, de néha mondjuk az elnökség is gyakorlatilag vitába száll a szál szövetségi kapitány egyes döntéseivel kapcsolatban. Hát ez nem túl jó helyzet, maradjunk még egy pillanatra konkrétan ennél az esetnél, illetve a te személyes konfliktusodnál, te minek tulajdonítod ezt a konfliktust? Igazából meg kell, hogy mondjam fogalmam sincsen, és ezt a levelemben is írtam, hogy, hogy az a furcsa számomra, hogy amikor én beszéltem Tamás akkor semmiféle ellenszenvet nem tapasztaltam, tehát nem értem, hogy ez most nekem szól, és azért vagy, vagy a szakágnak. Hozzáteszem, itt én csak egy kis hal vagyok, én azért írtam a levelet, illetve azért szeretnék fellépni, mert azt gondolom, hogy a női kard van nagy bajban. És az, hogy most én esetleg a saját igazamat meg akarom védeni, és alá szeretném támasztani, hogy én mondok igazat, illetve nekem van igaz, igazam, az, az túlmegy túl megy azon, amilyen probléma van itt. Tehát azt gondolom, hogy itt a női mi, kart kard baj, bajban. De mi ennek a, a, a nagy bajnak a lényege, Orsi szerintem? Az, hogy beszélünk arról, hogy olimpiai érmek, beszélünk arról, hogy olimpiára való kiutás, és ez, ezzel a munkával, ami, és ezzel a hozzáállással nem, 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 jöhet össze. Tehát büszkén vállalom, hogy nekem van múltam ebben a sportágban és igenis sokat segítettem, és segítek mai napig a fiataloknak, hogy felnőjenek, és legyen jövőjük, de az így megy tovább, akkor ennek a sportágnak nem lesz jövője. Miért is? Mert nem kapják meg azt a támogatást, és itt nem elsősorban pénzről beszélek, tehát sok minden, mindenki a pénz hozza mindig előre, nincs pénz erre, nincs pénz arra. Sok minden, amiről beszélünk, nem pénzkérdés. Tehát azt gondolom, hogy itt össze kellene fogni az edzőknek egy közös érdeket képviselni. Tehát te azt látod, hogy nagyon, nagyon, sok belső konfliktus van, kibeszéletlen viták vannak, és az egész kard, főképpen a női kard ezzel most a gyerekké válik. A női kard az mióta én vívok és sportolok, azóta most a gyerek, de ezt azt hiszem, hogy már, már megemésztettük, tehát nem erről van szó. De igen, tehát itt, itt, ki kéne beszélni a konfliktusokat, le kéne ülni olyan embereknek egymással, akik nem hajlandóak egymás szemébe nézni, mert ez nem viszi előre a sportágat. Zsolt, ez főképpen, amit eddig láttál, kard és a kard belüli parázsló konfliktusok, vagy pedig az egész vívásra igaz? Sajnos azt kell mondanom, hogy az elmúlt nyolc év, és bizonyos egy-egy érem adott esetben, mondjuk egy nagy tímé, vagy ide sorolhatnék a világbajnokságon mondjuk egy bockógézát is, egy Imre Gézát. Bocsó Gábor. Bocsó Gábor. tehát a párbajtőrőzők, ők hasítanak. Én, 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 azt gondolom, hogy azért vannak, mondhatom azt, hogy ennek kvázi idézőben elvárt érme. De azt, hogy valójában mi van mögötte, vagy hogyan működik ez az egész rendszer, ugye én a Honvédnak a vívó az elnök is vagyok, úgyhogy ebből fakadóan azért a, a Gézáikkal azért mondhatom azt, hogy napi szintű kapcsolatokban vagyok, és etalonként emelhetném ki mondjuk többek között őket, akik aztán a 24 órában 48-at dolgoznak. Mondjuk a, a, Géza most Prágában arcúra volt kint egy versenyen és edzőtáborban is, ugyanakkor mondjuk kötelezték. De visszakanyarodó inkább az Orsinak a, a témájára. Először is én úgy gondolom, hogy az Orsi maga, maga a személyisége és a maga múltja az egy fontos állomáspont pont lehet a női kard csapatba, és azért van példa rá, és itt bizonyos megfogalmazott kritériumok vannak itt a fiatalosítása kapcsolatban. Én mindig azt mondom, hogy kicsit óvatosan bánjunk ezzel a fiatalosítással, mert ne szaladjunk bele abba, hogy fiatalokat megpróbálunk olyan szinten hirtelen menedzselni, hogy nem tudják felfogni valójában, hogy hol vannak. Ezért úgy gondolom, többek között mondjuk, hogyha a női tört veszem alapul, ahol azért két anyuka van meghatározott csapatban, egy napekedina, aki hála Isten ugye az Erbén ugye a harmadik lett, és mellette ott van még az Aida is, és a két fiatal, a két fiatal gyakorlatilag a két anyuka húzza föl magával, úgy gondolom, hogy ez egy jó szempont és ez egy jó szemlélet lehet jövőre nézve is. Én úgy gondolom, hogy az Orsival kapcsolatban én bízom benne, hogy őt még látom a csapatban, is, látjuk majd a csapatban közösen, hogy is neki. Ezeket a konfliktusokat én azt látom, hogy kicsit nehéz lesz azt mondani, hogy rövid időn belül le kell zárni, de le kell tudnia zárni. A szövetségben ebben a dologban én azt gondolom, mint az elnök mint pedig a szakmai alelnök úr is azonban, hogy ezeket a konfliktusokat valahogy kezeljük. Hozzá kanyarodok, hogy én sem tudtam semmilyen fegyelmi eljárásról, mondjuk az Orsival kapcsolatban. Ha a szövetségi kapitány úr úgy gondolja, hogy egy sportoló adott esetben nem kellőképpen, vagy nem úgy viselkedik, akkor neki megvannak azok a lehetőségei, hogy egyből mondjuk a fegyelmi bizottsághoz forduljon, kezdeményezzen egy, egy fegyelmi bizottságot, és ebből fakadon gyakorlatilag folytassák le vele szembe korrekten, hisz gyakorlatilag a fegyelmi bizottsága azért jött létre, azért hozta létre mondjuk a közgyűlés. Bocsánat, uh, Orsi, hogyha te már már ezt a harcot a nyilvánosság előtt is meg akarod vívni az igazadért, akkor mi az út, mi volna a jó megoldás, mikor lennél nyugodt, hova kellene eljutni, hogyan lehetne a konfliktust rendezni. Én nagyon szívesen leülök a szövetségi és ezt több fórumon is elmondtam már, és szívesen megbeszélem vele. Harag ott. nincs benned. Én nem haragszom, ezt számtalan szóra elmondtam. Inkább az elkeseredettség, ami bennem van. Nem tudom, hogy miért kell olyanokat nyilatkozni rólam, ami, ami nem igaz, ami valótlan. Tehát én nem haragszom senkire. Sokkal jobban szeretem a sportágomat annál, hogy haragudjak bárkire is. Én szeretném ezt megoldani, és szeretném, hogyha lenne még női kard. És működne a csapat. És működne a csapat. És készülne óra És készülne a így van, igen. No hát, ö, é, akkor é, viszont itt a szövetségi vezetőknek valahogyan rá kell venni a kapitány urat, meg a versenyzőjét, hogy például beszéljenek nem? Én úgy gondolom, hogy itt akkor, bár hozzáteszem, hogy nem mindig, és ezt az orvosnak is elmondtam, hogy nem nagyon örülök annak, hogyha a barrékkal jövünk ki, ugye itt a nyilvánosság előtt de itt teszek akkor egy nyilvánosság előtt egy ígéretet, bár ígérni nem szoktam, mert azt könnyebb ugye betartani, de azért teszek egy ígéretet neki, hogy én a jövő hétre meg fogok szervezni egy találkozót Kovács Tamással és ő között, meghívom mind a kettőket egy teára, vagy adott esetben egy kapucsinóra, és ő is bízom benne, hogy gyakorlatilag ezeket a konfliktusokat valahogy valamilyen szinten fogjuk tudni kezelni, hisz nekünk az a legfontosabb, mint szövetség, mint szakma, mint pedig egyesületi szinteken, hogy azért a vívás az van, volt, és legyen is gyakorlatilag, mert hogy itt Ugye 2016 azért elég messze van, és előtte van még egy Londonunk, és most 2. október 8-ától zajlik majd Katániában a világbajnokság, ahol azért egy, -egy elég fontos mértfőtkö lesz mondjuk a csapatok életében, hát ugye itt mondhatjuk azt, hogy hát hajszál esélyénk vannak, illetve hát valamilyen szinten egy szerencséssága van a női párbajtörnek, hogy bízunk benne, hogy gyakorlatilag a csapatot fogunk látni az olimpián és hát azért dolgozik minden vezető, minden edző, minden versenyző, hogy ezt, ezt gyakorlatilag bebizonyítja. No, hát ezt akkor szemmel fogjuk kísérni ezt az ígéretet, és ezt a vállalást, meg az eredményét is. Te közben, mintha minden változatlan lenne, ugyanúgy edzel. Hát azért azt nem mondom, hogy mintha minden változatlan lenne, de ugyanúgy ezek hétvégén országos bajnokság és azért a klubomnak tartozom annyival, hogy tisztességesen felkészüljek és elinduljak rajta. Mit gondolsz, ha létrejön egy ilyen találkozó, leültök, a kardok kimaradnak, csak a kapucsinom, meg a tea van bent, meg a kávé, akkor ez igazából kellő nyitottság esetén gyorsan lezárható? Hát én sem szeretnék ígérgetni, nem tudom. Én szívesen leülök és meghallgatom, hogy, hogy mi a véleményem, miért gondolja ezt rólam, amiket gondol, vagy amiket nyilatkozik nem, én itt tényleg nyitott vagyok mindenre, de sajnos már bennem is picit megtört az, hogy, hogy, hogy higgyek szavaknak. Tehát, hogy valaki azt mondja nekem, hogy, hogy igen, így lesz, minden szép lesz, és aztán nem így történik. Tehát azt gondolom, hogy én inkább bizonyítékokat szeretnék látni arra, hogy lesz változás, akár velem kapcsolatban, akár a női karddal kapcsolatban. Hát meg Rióba szeretnél egy éremesélyes karcsapatot, nem? Hát mindenféleképpen. Tehát az, hogy én segítem a fiatalokat, az, az, az egy, az egy természetes dolog, és azt is elmondtam, hogy tudom, hogy nem én vagyok a jövő, de sokat tudnék még tenni a női kardvívásért. És azért a az... jelen még lennél egy darab. Hát a jelen igen, de úgy látszik, hogy az már nem, az már nem én leszek se a jelen, se a jövő, de szeretném, hogyha lenne még női kardcsapat. Hát ezt meglátjuk, és visszatérünk akkor rá, hogyha ha sikerült legalábbis elkezdeni beszélni róla. És akkor beszélünk majd itt is újra. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük, Köszönjük, szépen. szépen.